Hét színvirág, 72. oldal. Hét színvirág, 72. page. Árpád, a hon alapító. Sokféle nép lakta a magyar földet több mint 1000 esztendővel ezelőtt, amikor honfoglaló őseink ide értek. Legtöbben voltak a morvák és a bolgárok. Azt mondja a rege, hogy Árpád fejedelem aranyos nyerget, gyémántos fékű paripát küldött ajándékba a morva királynak. Nagyon megörült a morva király az ajándéknak, és azt mondta Árpád követének, tisztelem gazdádat, mondd meg neki, hogy jó szívvel vettem ajándékát. Azt látom belőle, hogy engedelmes szolgám akar lenni. Megmondom, uram, mosolygott a követ. Hamarosan azonban megint visszatért a morva királyhoz. Mit hoztál megint? Kíváncsiskodott a morva király. Üzenetet hoztam a magyarok fejedelmétől. Azt üzeni, hogy most már tisztulj az országodból, ha már eladtad nekünk. Hogy adtam volna el? Bizony, eladtad. Megvettük tőled az aranyos nyergű, gyémántos fékű, fehér paripán. Felingerült erre a morva király, és azt felelte. A fehér lovat agyon ütettem, aranyos nyergét vízbe vetettem, a gyémántos féket fűbe rejtettem. Nem tesz az semmit. Legyintett a követ. Az agyon ütött ló húsát, ami kutyáink eszik meg, az aranyos nyerget, ami halászaink halásszák ki, a gyémántos féket, ami vitézeink találják meg. Megfúvatta erre a kürtöt a morva király, de nem ért az semmit. Seregét úgy szétkergették a magyarok, mint a forgószél a szalmát. Azután a bolgár királynak küldött Árpád dús ajándékot. Az is nagyon megörült, s azt kérdezte a követtől, mit adjon ő ezért. Nem kíván az én uram semmit, felelte a követ, csak egy kulacs vizet a Tiszából, egy marék földet a mezőből, meg egy marék füvet a rétről. No, a te urad nagyon szerény ember, mondta a bolgár király, szívesen látnám vendégül. Csak akkor hűlt el szegény feje, mikor Árpád nagyon sokat magával állított be vendégségbe, s a vendégek kardot, buzogányt hoztak magukkal. Mit akartok? Kérdezte ilyetten. A magyarok azt felelték, hogy az országot akarják, amelyből már zálogot adott víz, föld és fű képében. El is vették az országot az alpári csatában. Ez mind csak rege, annyi igazság azonban van benne, hogy Árpád ésszel és karddal szerezte a hazát. De nem csak földet szerzett a népének, hanem törvényt is adott nekik, hogy megtarthassák az új hazát a világ végezetéig. Puszta szersíkján tartották az első országgyűlést, amely érdem szerint elosztotta az országot a honfoglalók között. Let's skip the kérdések, feladatok, part on the page 73, and go down to the very last section, and let's read that together. Hallottad-e, hogy az Árpád ház volt a legősibb magyar uralkodó család? Nevét Árpád vezérről kapta. Tagjaiból választották a magyar királyokat hosszú időn át. Az első magyar király az 1001-ben megkoronázott első István volt,
aki megalapította a magyar államot. Az Árpád ház körülbelül 400 évig vezette az országot, irányította a magyar nép sorsát. Ez alatt 6 fejedelmet és 23 királyt adott az országnak. 1301-ben halt meg az utolsó Árpád házból származó királyunk.